Sziasztok! Isten hozott mindenkit Balázs világában, és ma, mint láthatjátok, nem feltétlenül PC alkatrészekről lesz szó. Tudom, a csatorna mottója barátságos informatika mindenkinek, viszont ne legyünk ennyire beskatolyázva. Ha beesik valami normális retro konzol, azt is simán be fogom mutatni. Én nagyon szeretem őket, és szerintem, hogyha valaki egy kicsit fiatalabb tőlem, vagy hozzám hasonló korban, akkor az ő gyerekkorának is egy mérföldköve volt, vagy a PlayStation 1, ami most nincsen nálam, vagy a PlayStation 2. Még mielőtt belevágnánk a videóba, azt szeretném elmondani, hogy ez nem egy 2000 plusz feliratkozós különkiadás lesz, mert a csatorna, hála az égnek, és nagyon nagy köszönet ezért mindenkinek, gyorsabban bővül, mint ahogy tartalmat tudok előállítani. Srácok, olyan gmail üzeneteket kapok a csatorna részére, felajánlásokat, hogy egyszerűen el vagyok ájulva. Reggel, mikor megnéztem az üzeneteimet, ki kellett mennem a fürdőbe felfrissíteni magam, mert a döbbenet kiült az arcomra. Sony 2000-ben az ezredfordulón jelentette meg, és több mint 150 millió darabot adtak el belőle világszerte. Megjelenésének pillanatában a PS2 FET modell volt a domináns, majd ahogy a Sony szépen fejlesztett, 2004-ben követte a Slim modell. Technológiailag és hardware szempontból nagyjából ugyanaz a kettő, inkább a fizikai méret az, ami eltér. Mi van benne? 300 MHz-es RISC processzor van benne, 32 MB RAM, nevetségesen kevés, nem? Hát különbet rajzol az ember manapság. Valamint tartozik hozzá, írd és mondd, most ez nagyon durva lesz, 4 MB-os videókártya van benne. 4 MB-os, olyan mint a Voodoo 1, 2 MB van a textúráknak, és 2 MB van az elkészült képe a frame buffernek, hogy tárolja valahol. Oké, honnan szereztem? De előtte mutatok valamit. Hölgyeim és uraim, ez egy eredeti PS2 doboz, ami már 14 éves. Wow! Ezt a PS2 Slim modellt 5500 forintért vásároltam, igen, zsarnai piac megint, egy full normális eladó volt egyébként. Szóval 5500 forint volt ez a PS2 Slim, és járt hozzá egy kar, egy AV kábel és a külső tápegység. Ez külső tápegységes, ennek beépített tápegysége van egyébként. Hoztam, megtakarítottam, és ezt mindjárt meg is mutatom, hogy kb. Hogy lehet házi praktikákkal gyorsan és hatékonyan megcsinálni. A PS2 FET modell jutott hozzám egy picit később, ugye ehhez járt már két kar, egy játék és memóriakártya is. Hogy szereztem? 13.000 forintra tartotta az eladó, én viszont vittem magammal egy Lenovo Idea Tab, ilyen 7 szolós, 4 magos, 1 GB, 8 GB-os tabletet. Ezek a tabok a szememben, mondom, semmit nem érnek. Megkérdeztem a csávót, hogy beszámítja-e. Hála az égnek beszámította, odaadtam gyári töltőt, még tokot is hozzá, meg mindent. Így végül is 9.000 forintért számolta be nekem. Tehát a tablet plusz 4000 forintért hazahoztam ezt a PS2-t. Ez egy jó üzlet volt mindenki részéről, nekem nem kellett ez a tablet, ő tudja valamire használni, hát használja egészséggel. Így ez a sztori annak, hogy szereztem két PlayStation 2-t, 4 kart, egy memóriakártyát, két AV kábelt és egy külső tápegységet 9500 forint plusz egy vacak 7-szoros tabletért. Álljunk meg egy pillanatra. Elfelejtettem elmondani, hogy ehhez ugye egy kontroller járt, ehhez pedig kettő. És én vettem még egy 1000 forintért, szóval a dolgok összköltsége hardware oldalról nézve akkor 10500 forint lesz. Mert vettem még 1000 forintért egy másik eredeti DualShock kontrollert is egyébként. És nagy meglepetésemre minden működik tökéletesen. Wow, hát legalább arra számítottam, hogy az egyik kar legalább rossz lesz, hogy ilyesmi, de szerencsére minden fasza. 10500 forint volt minden hardware szempontból, és a játékok olyan 13000 forintba kerültek. Biztos felkeltette az érdeklődéseket, hogy mi ez a szutykos kék doboz. Na srácok, ez az egyik legjobb játék, ugyanis ehhez nem kaptam dobozt, mert ennek a lemeze benne volt ebben a PS2-ben. Figyeld! Hopp, fejjel lefelé van. Vice City Stories. Hú, ebben már bele is tettem vagy 2,5-3 órát, nagyon tetszik. Ha Vice City-ről van szó, nem tudok nemet mondani. A bűnvárosa, imádom. Bármikor képes vagyok elmenni oda így virtuálisan. Tekken, Tech Tournament. Hú. Szép volt. Ó, rosszatok. Jó, már semmi gond, nincs baja a lemeznek. Hát ezzel nem igazán játszok, a Tekken név miatt vettem meg. Olyan béna vagyok benne, hogy az valami hihetetlen. A gyerekkoromban a Mortal Kombaton edződtem, Liu Kanggal képes voltam szanaszét gyepálni Gorót. Most meg bekapcsolom ezt a játékot, és a hagyjuk kategória, annyira béna vagyok. San Andreas. A legnagyobb térképpel rendelkező GTA játék. Óvatosan nyitom ki most már. Nincs mit hozzászólni. Mindenki ismeri a konzollal együtt a legtöbbet eladott játék. A PlayStation 1-esem, és azon rengeteget Gran Turismoztam. Úgyhogy a negyedik részről is megnéztem egy pár bemutatót YouTube-on, és úristen, mondom, nekem ez kell. Nagyon jó lett a játék, tényleg grafikailag igen ott van. Az utolsó játékok egyike, ami a PlayStation 2-re megjelent.
és annyi autó van benne, ugye több mint 700, van fél órát, más se csinálok, csak ott bolyongok a piacon, azt nézegetem a modelleket. Isten játék. A Most Wanted-re se tudnám enélkül képzelni a PS2 gyűjteményemet. Van split screen mód, lehet ketten játszani, ami hatalmas buli egyébként. Leül az ember egy 15-20 percre, és mindig elégedetten távozik, ha veszít, ha nem, ketten játszotok, így mindig móka az eredmény. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, 1000 forintért gyerekek. 1000 forintért. Gyönyörű, kétlemezes. Oh. Ez egy Hideo Kojima játék. Az ő nevét még azoknak is ismerni kell szerintem, akik full PC fronton nyomják csak. Mert amit Kojima csinált a játékiparban, az tényleg olyan, hogy korszakot alkotott. Nagyon tisztelem a tagot egyébként. És nagyon jó ez a játék is. 10 percet tudtam beletenni eddig, viszont az tényleg megfogott. Három kedvence a Rayman játékok, így akármelyik, telefonon is nagyon szereti nyomni, úgyhogy megvásároltuk neki ezt a három lemezes külön kiadást. Ő ezzel szokott játszani, hát ilyen aranyos platformer, ugrálós játék. Nekem ez nem a zsánerem, viszont ő szereti. Na, ha megláttam a piacon, már hoztam ezt a PlayStation 2 demo DVD-t is, csak úgy, hogy legyen egy így a régi korra emlékezvén. Tök retro, szeretem ezeket a demo lemezeket. Tudtátok, hogy a PlayStation logót attól függően, hogy valaki függőlegesen vagy vízszintesen használja, el lehet forgatni így 45 fokkal? Csak óvatosan vele, nehogy baja essék. Ja, és a függőleges használatot semmiképpen nem ajánlom, hiszen lemezolvasási hiba léphet fel, és az amúgy se tesz jót a gépnek. Természetesen ez a feature ugye a Slim modellen is megtalálható, mint mondtam. Voilà. Hogy takarítsunk meg gyorsan egy PlayStation 2-t, csak így részlegesen, külsőleg. Nagyon egyszerű, fogsz egy bármilyen törlőkendőt, ez mondjuk ablaktörlőkendő, és szépen a rászállt port gyönyörűen eltávolítjuk minden oldaláról, ugye ezen már megtörtént, és hogy elősegítsük a száradást, ami egyébként meglehetősen gyors, de egy kis száraz törlőkendővel is megkínáljuk. Ha mégis lenne valami olyan kémiai anyag ezekben a tisztító szerekben vagy tisztító eszközökben, akkor azt inkább gyorsan távolítsuk el róla. Ugye ez egy elég alap dolog volt és könnyű is megcsinálni. A sörtés résznél itt szeret megragadni a por igencsak. Nagyon egyszerű a megoldás. Szépen addig csináljuk ezt fogkefével, míg el nem érjük a kívánt eredményt. Természetesen a végén ugyanúgy. Amikor úgy érezzük elégedettek vagyunk, akkor szépen fogjuk, ez természetesen lehet közben is, de mehet neki a nedves törlőkendő, majd ugyanúgy a száraz is. Esetleg még annyi lehet, hogy belül szeretnek porosodni, én ezt a Slim modellt már megcsináltam, erre nem jellemző annyira, hogy állna benne a por, viszont a fethez még nem nyúltam, és abban biztos vagyok benne, hogy van. Majd talán máskor. Kontroller tisztításnál ekte ugyanazt kell csinálni, mint magán a konzolon. Szépen elkezded ezzel a nedves törlőkendővel, amiből egyébként bármilyet alkalmazhatsz, de azért ne a WC-hez való citrom illatút vedd. Hogy néz ki? Játszol, azt egy budi szaga van az egész kontrollernek. Kis C, ez pont páromnak a kontrollere. Fogod és szárazra törlöd, ugyanúgy szépen. Ami nagyon fontos még, hogyha hazahozol egy konzolt, vagy bármilyen kontrollert, nagyon ajánlom, hogy ezt a tisztítást megcsinál, már csak azért is, mert ez egy szeánsz, hogy birtokba veszed a terméket egyébként. És amiről sokan elfeledkeznek, a kábelek. Egyszerűen csak megfogod itt, körbe tekered rajta, és húzod. És húzod. Nagyon szeretném megdicsérni a PS2 mérnököket egyébként, hogy nem szarakodtak azzal, adtak 2 méter kábelt, így tökre jól el lehet távolodni a HDTV-től is, ergo jó lesz a távolság. Lehet hozni magaddal a kontrollert, és nem kell zavaróan közelről nézned a nagyképernyős tévét sem. Tényleg ez hatalmas pluszpont. Látható, hogy ez a modell egyébként meglehetősen tiszta volt, szóval ezen már én ezt a beavatkozást megcsináltam, így nem nagyon van rajta semmi. Rendben, kezdjük a Most Wanted-del. Biztos észrevettétek, hogy videókamerával rögzítem a felvételt. Sajnos nem rendelkezem hardveres videófelvételre alkalmas eszközzel jelenleg. A remélem stádiumban van. Talán egyszer összejön majd, hiszen nem olcsó mulatság. Ki szeretném még emelni, hogy ugye egy olyan 576x384 képpont körüli a felbontás, ugye a TV az 576i feliratot ad, amikor a PlayStation-t bekapcsolod.
És akkor még erre rájön, hogy a relatív alacsony felbontást, ugye 108 centire még széthúzza az egész. Na most ez hát nem valami jó képminőséget eredményez, viszont úgy, hogy 2 méterről nézem, megbocsájtható. Viszont hozzátenném azt, hogy hosszú távon biztos vagyok benne, hogy zavarónak találnám, viszont ugye nem töltök a játékokkal annyi időt, hogy ez zavaróvá váljon. Nem konzisztens az FPS, nem tudja végig tartani az FPS számot, így amikor nagyobb akció van, több járőrautó átmegy egy rendőrautó falon, vagy csak rájuk borítod a fánkboltot, vagy valamit nagy táblát, rádiótornyot, akkor hajlamos bedroppolni az FPS. Érzéseim azt mondanám, hogy olyan 15-re megy le, de aránylag hamar megszűnik. Nagyon jó játék ezen a platformon szerintem, és a split screen mód pedig az külön öröm. Karrier mód meg blacklistet nem nagyon szeretek előrevinni benne, kicsit butácska a felépítés, ráadásul a karakterek megvalósítása is olyan. Ha valóságban találkoznák egy ilyen taggal, aki egy ilyen dumát lenyom nekem, tudja, hogy egy kínai strandpapucsal pofoznám fel. Grafikához annyit, hogy láthatjátok most az élelmosódást, szerintem aránylag szépen oldja meg. Nem mondanám, hogy a PC-s grafikához lehet ezt hozzáhasonlítani, de nagyon kitesz magáért a kis PS2 hardware. Szerintem erről elég is ennyi. Jöjjön a következő cím. Nem biztos, hogy jó ötlet volt pont a Gran Turismo 4-et berakni a Most Wanted után, hiszen még az eléggé arcade irányítással rendelkezik, addig a Gran Turismo az teljes mértékben szimulátor. Sajnos nem is vagyok benne annyira ügyes egyébként, és nagyon az elején járok. Viszont imádom a vezetési modelljét. Tényleg, király nagyon, és a DualShock kontrolleren is eléggé kiváló. Jó a visszajelzés, tényleg érezni, hogy az autó az úton megy. Egy kézifékes, és hát úgy félig sikerült körbe driftelni. Erről a játékról csak pozitívumokat tudok mondani egyébként. Nem játszottam vele annyira sokat, hogy bármi, tudom én, kínja, baja, ahogyha lenne neki, akkor kijönne. Ha tudtok ilyet, akkor azt osszátok már meg a kommentek közt, légy szíves. Mint mondtam, az utolsó játékok közt van... ezt megúsztam. Ami kijött a PS2-re, és tényleg a rendszerből mindent kihoztak, amit lehet. És amit itt látsz, az 60 képkocka per másodperc sebességgel oldották meg. Ebből a hardwareből. Tényleg le a kalappal a Sony fejlesztője előtt. Kiváló munkát végeztek. Jöjjön a következő cím. Grand Theft Auto San Andreas, és wow! PC-s fronton iszonyat keveset játszottam ezzel a játékkal, tényleg az első pár küldetés csak, viszont most, hogy megvan a PS2 és leültem hozzá, ez a konzol élmény egyébként tökre bejön. Kényelmes a kontroller, jó így ülni a gép előtt, gép, hát monitor, akarom mondani tévé előtt. Ugye a számítógépen folyamatosan használom az egeret billentyűzetet, és hosszú távon az sem mindig kényelmes. Ez a Tony Hawk 2-ben egy egész jó grind lett volna egyébként. Ennek a játéknak is egy problémája van, mégpedig az, hogy az FPS szám az nem tudja tartani végig sajnos. Hogyha nagyobb akció van, akkor bizony droppolni fog minden. Viszont el kell mondjam, hogy az autók irányítása ezzel a kontrollerrel így, valami mesésen jó. Tényleg érezni, hogy az autónak van felfüggesztése. Megvan az a küldetés, amikor azt hiszem Sweetnek hívják azt a karaktert, akkor ugye el kell vinni magunkkal a motor, hát ő hátul, és akkor le kell lőni a vonaton ott a csókácskákat. Öcsém, egy csomó műsort láttam róla YouTube-on, hogy mennyire szar, meg nehéz küldetés, azt amikor bejött nálam ez a rész, Istenem, mondom, most vajon mennyi vért fogok kiizzadni, hogy ez sikerüljön, és ha hiszitek, ha nem, elsőre összejött. Szerintem azért ez igen nagy szerencse kellett, majdnem olyan, mintha a kaparóson nyernél 5000 forintot, amire egyébként múlt hónapban volt példa. Egy dolog van a játékban, amiben kegyetlen béna vagyok és nem megy, az a lövöldözés. Oké, hogy van magától célzás opció, meg ilyenek, de nem vagyok hozzászokva ez a kontrollerhez, még nem töltöttem el vele annyi időt, hogy készségszinten tudjam kezelni. Úgyhogy ha megdöglök, akkor az általában azért van, mert a saját bénaságom miatt nem tudom időben lelőni a másikat. Ettől függetlenül ezen a konzolon ez a játék, ezzel a fasz a kontrollerrel kiváló élmény, és ajánlom mindenkinek, akinek esetleg kimaradt volna. Jobb később, mint soha. Lássuk a következőt. Vice City Stories, gyerekek, tiszta nosztalgia ez a játék. Még középiskolás volt, amikor a Vice City megjelent, és rengeteget játszottam vele akkor, sőt még a Pentium 3-asomon már, ha bekapcsolom, de csak nagyon keveset sajnos, akkor egyszerűen egy kötelező cím. Ezt a játékot kétszer vettem meg eredetibe, hogy ne csak nekem, de ha kell egyet, az utókornak is fel tudjak ajánlani, mert annyira jó. Ez a játék...
Oj, Istenem, jó van, fejezzük be a polírozást. A GTA 3 két évig készült, a Vice City pedig, ha nem tévedek, 8 vagy 10 hónapig. Ennek ellenére, hát ugye ez lett a populárisabb és a többet eladott rész is. Ez viszont nem biztos, hogy most így van, amit elmondtam. A tény az tény, szerintem a Vice City sokkal jobb lett, mint a harmadik rész. De azt is kedvelem, de ha a kettő közül választanom kell, én inkább a Vice City-vel játszanák. Ugye most voltunk a Sunshine Autosnál, és imádom, hogy mennyire fejlődik a város. Mert még a Vice City-ben már minden adott, ugye, itt azt mutatja be, hogy az építkezések folytán hogy jutunk el oda. Vice City-be lejönni mindig kellemes. És hogyha az ember nem csak a küldetéseket csinálja, hanem elmegy csak így krúzolni Miami-ban, mert mekkora király hozza a 80-as évek feelinget, az összes rádiócsatorna jó zenét játszik. Az összes GTA zenét szeretem, és bármikor meghallgatom a mai napig. Most pedig csak azért nem megy, se itt, se a San Andreasnál egyébként, mert ugye a YouTube copyrightozza egyből, és azt nem szeretnénk. Jöjjön a következő! Bocsika, hogy tükröződik a képernyő. Tudtátok, hogy ahány játékmentésetek van, úgy nő a kockáknak a száma is, és minél többet foglalkoztál vele, annál magasabb a kocka. A végén egy torony lesz. PlayStation 2. For the win. Metal Gear Solid 2 egyből beszippant az a hangulat, amit a játék áraszt, viszont tényleg ezzel alig foglalkoztam 10 percet. Amikor elkezdesz egy New Game-et benne, Istenem, annyira király, hogy a játék felajánlja neked. Itt van például, hogy többször végigvittem az előző részt, hadd vágjak bele. Vagy végigvittem az előző részt is, de nem vagyok túl ügyes benne. Nem szó szerinti fordítás, értelem szerinti. Vagy nem vittem végig a játékot magam, de tudom, hogy miről van szó. Én fasz a gyerek vagyok így a Doom 2 alapján, szóval nem vittem végig az előző játékot, de jöhet az akció. Hiszen úgyse fogok nagyon játszani most benne, mert csak egy pár perc felvételt szeretnék mutatni, úgyhogy tök mindegy, mire nyomok rá egyébként. A cutscene-ek is kegyetlen jóra sikerültek. És mondom még egyszer, amit itt látsz, az egy 4 megabájtos kártya műve. Tényleg van motion blur, mozgás közbeni elmosódás, jók a textúrák, jók a modellek, és az egész kidolgozottnak tűnik, polírozottnak, és az egész esztétikailag tényleg szépen egyben van. Szerintem Konami és Hideo-jék eléggé erőteljesen túlteljesítették ezt a dolgot. A karakterek mozgása, az animációk is tényleg olyan, hogy minden tiszteletem az övék, hogy hiszen ez egy relatív gyenge rendszer, főleg most, hogy így már ugye 14 éves a Slim és 18 éves a Fat, mondjuk ugyanarra képesek. Le a kalappal, srácok, ez egy nagyon jó konzol. Bocsika, gyorsan elköszönök, mielőtt tényleg nagyon lemerülne a kamera. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai epizódot. Remélem, hogy egy kis érdekességgel tudtam szolgálni, és a nosztalgikus érzelemhullokat is talán sikerült megpendítenem, itt ott nem. Mégiscsak gyerekkorunk része a PlayStation. Én úgy érzem, hogy muszáj volt beszélnem róla. Elértünk már egy újabb mérföldkövet, na nem azért, mert 2000-nél többen lennénk. Úristen, többen vagyunk, mint 2000, most esik le, még mindig nem fogtam fel egyébként. Wow! Megérkezett az első doboz, amit felajánlottak a csatornának tesztelésre. Alig várom, hogy kinyissam, de nem most fogom megtenni. Hogy mi van benne? A következő videóban megtudjátok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!